Győző vagyok. 16-17 éve vezetek már két céget, úgyhogy elég sok feladat, meg ilyen projekt, meg egyébben találkoztam. És hát ezek is indítottak abba, hogy valami megoldást kell keresni a két cégbe felmerülő problémákra. Az előadás címe a megvalósítás. És most itt le is van lőve a poén prezentációban, ezt később hoztam volna el. Tehát a sikeres innovációnak szerintem két fontos eleme van. Úgy kellett volna, hogy nem látjuk az 1%-ot, meg 99-et. De jó tudni azt, hogy kreatív ötlet kell, nyilvánvaló. Tehát anélkül nem lehet csinálni semmit, jó ötlet kell. De jó, ha tudja, aki belevág egy ilyenbe, hogy utána erőforrás, idő, stb. De kicsit mindjárt kibontom. A maga megvalósítás is elég fontos, mert különben nem lesz. Tehát nagyon sok projektet láttam, sajátot is, ahol nem fektettünk elég időt, tehát nem gondoltuk elég jól végig az egészet, és nem lett belőle semmi. Tehát a nagyon sok, nagyon kreatív ötlet van, és százból egy-kettő se készül el, és pont azért, mert nem valósulnak meg. És most ezen az előadás még az ebből lesz szeretném. Hogyha itt felnyitni a szemeket még időbe talán, vagy tanuljatok a mi hibánkból, vagy a mások hibájából. Szóval megvalósításról beszélnek. Hát ezt nagyjából mondtam, miért nem valósulnak meg, mert aki egy ötletgazda, vagy egy ötletember, vagy kreatív, az nagyon szereti ezt csinálni. Tehát tényleg gyakorlatilag szerelmes az ötletébe is, és azt szereti csinálni, és az sok egyéb feladatot, ami ezzel jár, tehát a rendszerterületét, segítségtervet, meg stb. Ezeket gyorsan fel is soroltam, nem akarok sokat erre beszélni, mert most ez nem erről szó, hogy ezt most pontosan végigvegyük, csak azért írtam, hogy néhányat lássatok, amit mindenkinek meg kell csinálni. Ezeket már nem annyira szereti csinálni az ember. És ilyenkor szokott az lenni, hogy nagyon kreatív, és akkor bele nem gondolja végig az egészet, nem írja le, nem tervezi meg, nem szervezi meg az egészet, és egy idő után nagyon belefárad. És akkor ugye elég kreatív, ezért kitalálja egy másik ötletet. És akkor az sokkal jobban tetszik neki, és akkor annak is neki jön. És akkor az egész életében ezt csinálja. És soha nem fejez be egy projektet se, úgy igaz, legalábbis pénzügyileg. Lehet, hogy jól érzi magát, de hogyha pénzt is akartok keresni, akkor sajnos a másik oldalára is gondolni kell. Hát ezek még mondani top feladatok, és jogi kérdések, stb., de ezekre is gondolni kell. Tehát nagyon, és akkor, ha tegyük fel, ezekre gondoltak és megcsináljátok, még az se feltétlenül elég, mert az élet változik. Tehát hiába írsz meg egy nagyon jó rendszertervet, végig gondolsz mindent, és ezt leírod, és van egy óriási PDF-ed, amit mit kezdesz, nekiállsz, és az élet az mindig más. Tehát mindig egy kicsit módosítani kell benne, változnak a körülmények, nem találsz olyan befektetőt. Tehát egy csomó minden van, ezért egy olyan rendszert kell találni, ami rugalmas. Tehát az nagyon jó, hogy megcsinálod az elejét, ezzel el lehet indulni, mert ha nem csinálod, akkor el sem tudsz indulni. De ahhoz, hogy tovább tudjál lépni, ahhoz kell valami eszközt használni, ami az előző előadáson is volt már szó, amivel tudod kezelni az információkat, a dokumentumokat, számtalan dokumentumokat keletkezni, információ, amit egymással megosztatok. Ez csapatmunka, ez nagyon fontos, majd később is mondom, de általában ilyen startup, vagy bármilyen ötlet, már nagyon régóta egy ember nem tudja megcsinálni. Tehát azok az idők szerintem már egy 50-60-100 éve elmúltak, amikor egy ember kitalált valamit, és azt megcsinálta, és akkor nagyon jó. Most már a legkisebb dolgok is csapatmunkát igényelnek, amihez viszont kell eszköz. Tehát ott már ennek a szervezés koordinálása nagyon nehéz dolog. Szóval szervezni is kell folyamatosan azt, amit megalkottatok. Tehát a konklúzió az, hogy kell találni egy olyan rendszert, van egyébként a piacon sok, a miénk is egy ilyen, de vannak más rendszerek is, amivel kezelni tudjátok ezt a hatalmas információhalmat és hatalmas feladat számot. Tehát ugye 1600 feladat nem ritkaság, hogy valakinek van ennyi, de hogy csak néhány százba gondolkoztak, ami biztos, hogy lesz, azt is nagyon nehéz kezelni. És akkor ilyenkor szokott jönni néhány megoldás, hogy mit tudom, papíron kezelem, ez szerencsére már egyre ritkább. Ez az elgondolás, mert papír nem visszakereshető, nagyon nehezen módosítható. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a mai ilyen eszközök vannak már, hogy tudunk prezentációt csinálni egy ilyen kis géppel. Tehát ma már a papír talán nem annyira faktor.
Ami még szokott jönni, az például az, hogy naptárban kezdem a feladataimat. A naptár egyrészt nem jó, mert ugye információkat azért nem lehet kezelni, másrészt majd még rá fog világítani a naptárnak a hibáira. Tehát nagyon frusztráló tud lenni egy naptár, amikor betervezek előre egy-két hetet, és nem úgy történnek a dolgok, akkor az egészet tologathatom újra. És mindig van valami, el kell menni a gyerekért, vagy épp egy találkozó lesz. Tehát a naptárt óvatosan kell használni. Csak kizárólag olyan dolgokra használjátok a naptárat, ami konkrét. Tehát most eljöttünk ide a meetupra, ez nyilván egy naptár bejegyzés, ez teljesen rendben van. De az, hogy mit tudom, olyan a nyomtató elromlott, és akkor jövő héten valamikor betervezem, most akkor kedden 9-10-ig fogok keresni az interneten nyomtatót, az tudja, hogy nem fog működni, mert akkor éppen lesz valami más, vagy ez egész már eltolódik. Szóval muszáj egy ilyen feladatlistás rendszert használni. A dokumentás következőknek, tehát ez, ami ugye kimaradt az előző adásból, ezt fogom kifejteni. Hát, tehát nem olyan bonyolultak igazából, hogyha megnézzük. Tehát az alapjai nem kell annyira megérni. Az a GTD nagyon jó, egyébként aki akkor elolvashatja David Allennek a könyvét, csak nagyon nehéz, de biztos jó, de sokkal egyszerűbben is ezt át lehet tekinteni ezt a dolgot, mert igazából vannak projektek, vagy mappák, úgyis nevezhetjük a dolgokat, tehát nézhetjük is, mint egy file mappák, vagy mondjuk egy tényleg fizikai mappák, amiben egy adott konkrét projekthez kapcsolódó témák vannak benne. Ebbe berakunk információkat, dokumentumokat, tehát ilyen kapcsolódó anyagokat, illetve olyan teendőket, ami az adott projekt további terjed, vagy elvégzéséhez szükségesek. Tehát ezt így elképzelhetek akár fizikailag is, de nyilván azért szentesnek eszközökön érdemes ma már ezeket használni. A projekt igazából definíció szerint azt jelenti, a GTD szerint, hogy ami több feladatra bontható. Mert a feladat az az elemi egység, egy teendő, azt meg kell csinálni egybe, amiből több ilyen van, az már projekt. Tehát mondjuk, amit mondtam egy példát, hogy mondjuk a nyomtató elromlott, és akkor egy új nyomtatót be kell szerezni, az egy projekt. Tehát hiába tűnik ilyen viszonylag kicsinek, akkor is egy projekt, mert ugye körül kell nézni, el kell dönteni, most akkor jó, megpusztult a nyomtatóm, de most akkor az igényeknek megfelel most egy lézert, vagy egy tintasugarasat vegyek, akkor utána megnézem az árukeresőt, meg a többi a helyet, hogy hol találok valami kedvező árut, meg kell nézni, hogy esetleg itt a tintapatronnak az ára az, ami számít inkább, vagy maga a nyomtató ára, tehát költséghatékony legyen a nyomtatás. Tehát azért mégsem annyira egyszerű, meg kell rendelnem, meg fog jönni, aztán beegzemelni. Tehát ez már egy projekt. Ez egy viszonylag kis projekt, de akkor is egy projekt. Ennél lesznek nagyobb projektek is, és ugye lesznek olyan nagy projektek, amiket már nehéz egyszerre átlátni, akkor érdemes ilyen hierarchiát vagy struktúrát kialakítani, és szétbontani még kisebb projektekre. A lényeg az, hogy akkor legyen, amit azért át lehet látni, mert úgy sokkal könnyebb kezelni. Tehát ezt erre nincs most pontos szabály, hogy mekkora egy projekt, de át lehessen azért látni. Tehát most már kijött is gyakorlatilag, ez a három elem van, tehát vannak az elemi elemek a feladatok, meg az információk, információ alatt mindent tekintek, tehát dokumentumokat is, képeket is, vagy ha egymásról beszélgetünk, vagy egy megjegyzéseket főzünk, az is információ. Tehát az információ az a különbség, hogy nincs vele teendő. A feladat az nyilván teendő van, egy projekt az áll ebből a két elemből, és amit negyediket vettem, az igazából nem ilyen alapelem, csak nagyon fontosnak érzem, hogy a feladatokat ütemezni is kell. Méghozzá nem naptárban, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Mert ha nem ütemezzük, akkor nem is fogjuk megcsinálni őket. Tehát minden projektnél például nagyon fontos, csak egy tipp, hogy legyen egy első feladat. Mert ha nincs egy projektben első feladat, akkor az a projekt az lehet, hogy nem fog elkészülni soha. És ha megcsináltak az elsőt, akkor legyen egy következő. Tehát ez a kinapló dolog. Ezekről most sajnos nem tudok el sokat beszélni, a tervezés-szervezésről szeretnék egy picit többet beszélni, időhiány, a munkavégzésről arról beszélnek, hogy mikre kell odafigyelni egy napi munkavégzés között, de az egy külön előadás is lehetne, tehát ilyenekre gondolok, hogy időrablók, meg hogy fókuszáljál, meg stb. Ezzel sok mindent lehet beszélni. Az áttekintésről csak nagyon gyorsan fogok, mert gyakorlatilag az első részben is fogok beszélni róla. Tehát az első pont a tervezés. A tervezésnél, vagy szervezésnél az első lépés nyilván, hogy össze kell gyűjteni az összes információ feladatot, tehát mindent úgy lehet nekiállni egy tevékenységnek, hogyha, és lehetőleg valamilyen eszközben, tehát kell vagy egy eszközben, vagy olyan eszközben, amiben esetleg csatolni tudsz, tehát valamilyen kapcsolatot tudsz teremteni, az nem túl jó, hogyha 3-4 különböző eszközben
mint egy e-mailben valaki ott tárolja a feladatait, és akár már levelezgetnek, azt én nagyon nem tanácsolom. Már elég sok eszköz tudja azt például, hogy e-mailből át lehet dobni egy feladatkezelőbe, és akkor ott kell kezelni, mindenki is tudja ezt. A másik lépés, hogy ha ott van, az összegyűjtöttél valamennyi adathalmazt, ez nyilván első lépésben nagyon sok, de ha ezt napi szinten csinálod, akkor ez egy kevesebb lesz, erről fog beszélni, igazából ez a lényeg a módszertanunknak, de mindegy, először van valamennyi halmaz. Ezek ilyen dolgok, amik vannak benne információk, feladatok vegyesen, és ahhoz, hogy ebből az adathalmazból azért lássál valamit, ezért nyilvánvaló, hogy projekthez kell, vagy mappákat kell nyitnod, és benne kell szépen pakolgatni ezeket az információkat, feladatokat. Tehát valamilyen jól átlátható, vagy jobban átlátható lesz, mint hogyha egyben van az egész. És a harmadik lépés pedig ugye el kell helyezni időben. Nyilván a feladatokat, mert az információkat ugye nem. Itt egy kis ábra is erről, tehát jöhetnek bárhol a fejedből, papírról, levélből, megbeszélésről információ, feladatok. És akkor bekerülnek egy inboxba, inboxnak nevezzük, de azért nem levelező, tehát a levelezőből is inkább dobáljátok át ide. És azokat szét kell osztani projektekhez. Amikor szétosztom projektekhez ezt a halmazt, akkor nyilván az információk eltűnnek onnan, tehát már egy fokkal jobb a helyzet, maradnak a feladatok, amivel teendő van, azokat kell ütemezni. És akkor itt látszik igazából, hogy miért jó az, hogyha a feladatlistákat használunk, és nem kell sokat az ütemezéshez, tehát ami azt mondjuk, hogy elég gyakorlatilag az inboxon kívül még három listát ajánlunk. Az egyik a mai feladatok lista, amit nyilván majd ma kell megcsinálni, a másik a következő valahány napban, egy-két hétben. Tehát körülbelül a következő egy-két hétben betervezett feladatok, a harmadik pedig, ami később valamikor talán nem is biztos, hogy meg lesz csinálva, de azért fölírjuk, mint teendő, mert lehet, hogy valamikor meg lesz csinálva. Általában ez a harmadik szokott nagyon megnőni. Ebből lesz több száz, akár 1600 is. Nyilván annak a fejét soha nem csináljuk meg. Úgyhogy gyakorlatilag ahhoz, hogy kezelni tudjuk a feladatainkat, tehát ütemezni tudjuk, az ez a három lista elég. Azért, mert az időponttal rendelkezők is bekerülnek ebbe a listába. És ez a szépség a dolognak, hogyha egy naptárt is lehet használni, de ebbe a listába berakok egy időponttal rendelkezőt, akkor mondjuk két hét múlva lesz egy feladat esedékes, akkor ugye az a befogadatosan kérem a későbbi feladatokból. De egy 4 nap múlva be fog kerülni a következő 10 napiba, egy 14 nap múlva pedig automatikusan bekerül a mai feladatok közé. Tehát nekem nem kell húzogatni semmit, mégis időben látni fogom ezt a feladatot. És közben együtt látom a többit is, tehát amit elhelyeztem el. Jó, erről nem fogok beszélni. Az áttekintéseknek csak gyorsan, nyilván az a lényege, hogy mindig friss legyen ez a rendszer. Tehát ahogy mondtam is az elején, hogy kitaláltunk egy jó rendszert, az tök jó, meg leírhatunk mindent, az nagyon jó, kell is. Ezt berakhatjuk egy általunk megbízhatónak nézett, vagy kellemesnek a tűnő rendszerbe, tehát tényleg ez fontos. Viszont változik a világ, megváltoznak a dolgok, ezért időnként át kell tekinteni, meg kell nézni a projekteket, ami már nem érdekes, azt törölni kell. Nagyon sok feladat van, ami elavulnak gyakorlatilag, és már második gondoljuk törölni kell. Az ütemezéseket is át kell nézni, tehát ahogy mondtam, a harmadik lista, hogy valamikor talán az elég majd lesz idő után, tehát azokat ritkában érdemes áttekinteni. És akkor most jön majd a gyakorlat. Előtte még csak röviden elmondanám a reggeli terv. Mi úgy nevezzük ezt a pici mini módszertart, hogy reggeli tervezés módszertan. Gyakorlatilag elmondtam már a lényegét, abból az a jósága, hogy ezt ha minden nap csináljuk, ezt nem tudom, hogy jó vagy nem jó, akkor keveset kell vele foglalkozni. Akkor egy reggel napi 5 percet foglalkozok ezzel, akkor meg mindig friss lesz az adathalmazom, mindig friss lesz a feladat halmazom, az ütemezésem, a projektjeim. Na, a lépések a következők. Első lépés, ahogy mondtam, hogy jönnek feladatok, információk valahonnan. Ezek bekerülnek az inboxba. Ha a levélbe kapom, azt is átdobom ebbe a feladatkezelőbe, tehát ott lesz az inboxba valamennyi feladat és információ. Ezt ha naponta csinálom, akkor azért nem lesz olyan nagyon sok. Nem lesz olyan nagy halmaz, de egy olyan 10-20 azért összegyűlik egy nap. Fogom ezek először az információkat, és elrakom a projektbe, mert akkor azok szépen el is tűnnek.
A feladatokat szintén megpróbálom valamelyik projektbe rendezni, azért, hogy átlátható legyen, de ezek nem tűnnek el azonnal az inboxból. Csak akkor tűnnek el, hogyha be is ütemezem őket, hogy mikor fogom megcsinálni, és akkor ez alapján mindegyik feladatról eldöntöm, hogy ezt ma fogom megcsinálni, követni, ez egy fontos feladat, de még nem tudom pontosan, akkor a következő valamelyik napban. Nyilván, hogyha van neki egy időpontja, tehát egy tárgyalás, vagy ide el kell jönni, akkor az egyszerű, mert adok neki egy dátumot, és adok most be kell a rendszerbe. Vagy ha úgy látom a feladat, ez még azért jó lesz valamikor, de vagy nem fér már be, mert látom, hogy eléggé tervezéskor ezt a három listát nézegetem, főleg az első kettőt, és látom, hogy már túl sok van, nem szabad egyébként túl tervezni, csak mondom arra a napi hatékonyságról most nincs idő beszélni, de akkor inkább be kell rakni majd a későbbi listába. Mert az is elég frusztráló, hogyha azt látom, hogy következő 10 nap van a 200 feladatom, és soha nem végzek vele. Tehát az jó érzés azért, hogy néha csökkennek ezek a listák, úgyhogy nem szabad teljesen túl tervezni magunkat. Igen, és akkor az utolsó lépés, vagy utolsó előtti lépés pedig az, hogy feltöltöm a mai listát. Tehát amikor már így a inboxból elkezdtem töltögetni, előfordulhat az is, hogy tegnapról maradt egy-két feladat, mert nem sikerült még se elvégeznem, nyilván azok ott maradnak a maiba, tehát nem kell húzogatni sehova. Beraktam most az inboxból kettő másikat, és azt mondom, hogy még elbírok még ma két feladattal, akkor azt kiválasztom a következő listából. Tehát így feltöltöm a mai napomat. Innentől kezdve az a jó, hogy fókuszálhatunk csak a mai napra. Tehát innentől kezdve, ha elég erősek vagyunk, akkor többi listát, meg többi dolgot nem is kell néznünk egész nap, hanem csak a maival. És ott is nagyon fontos, hogy még tovább megyek, hogy fókuszáljunk csak mindig egy feladatra. Ezért a következő lépés, hogy rakjuk sorba esetleg a mai feladatok közül is, hogy milyen sorba csináljuk, de a legfontosabb, ha ezt nem is tesszük meg, hogy melyik legyen az első feladat. Azt mindenképpen választjuk ki. Én azt tanácsolom, hogy az első feladat az mindig valami viszonylag bonyolult, nem szeretem nagy feladat legyen, mert még reggel azért elég frissek és erőteljesek vagyunk, hogy ezt megoldjuk, és utána nagyon boldogok leszünk, hogyha ezt meg tudjuk oldani. Meg szerintem, ha már ezt megoldottuk, akkor már napunk biztos, hogy jó, napminősíthető. Úgyhogy ennyi ez a reggeli tervezés. És akkor ezt szeretném egy gyorsan megmutatni ezzel egyet konkrét eszközön is. Bizonyos számig használható, bizonyos funkció használható, de fölött pedig egy szinten ilyen hasonló összeg, 1000 forinttel lehet havonta használni ezt az eszközt. Azt hiszem 50 feladat és 10 projektet lehet ingyen. Aztán ez egy ideig jó, de nem lesz jó. A csapatmunkából is lehet használni, tehát van ilyen céges, van is több ember is egyszerre dolgozhat rajta, de úgy is lehet kidelegálni feladatokat, hogyha mondjuk ingyenesbe is van, tehát igazából nem kötelező a rész. Sok ilyen eszköz van egyébként a világban, tehát nem mondom, hogy az egyetlen, Magyarországon viszonylag kevés van. Általában én három csoportra osztanám az ilyen feladatkezelőket, van az egyik, amit én is ilyen tudó listának nevezném, de azok nagyon egyszerűek, és viszonylag keveset tudnak, és szerintem elég gyorsan ki lehet nőni őket. Nem biztos, hogy nagyon érdemes velük sokat próbálkozni, kivéve, hogyha nagyon egyszerű a feladat, tehát egy házi asszonynak tökéletes. Van a másik véglet a nagyon bonyolult projektkezelők, nagyon összetettek, nagyon sok mindent tudnak, és tényleg végletek mindent meg lehet ők csinálni, gladdiagramtól kezdve akármit, de szerintem az inkább nagy cégeknek való, meg ahol tényleg gyártás, meg egyéb folyamatoknak a kezelése nagyon-nagyon fontos. És van a köztes rész, ami azért több, mint egy sima feladatkezelő, projekteket is kezel, csapatmunkát is támogat, dokumentumokat is kezel, meg lehet osztani bármit gyakorlatilag, ez a kategóriát támogatjuk mi is, ez szerintem az ilyen 1-5-től 20-30-50 fős cégekig ki tudja szolgálni az igényeket. Úgyhogy én szerintem az a kérdés, hogy tehát nagyon fontos kérdés, hogy mennyire szimpatikus egy ilyen program, amikor megnézitek, mennyire bíztok meg benne, mert ha nem szimpatikus, nem bíztok meg benne, maga a feladatkezés eleve egy nem olyan munka, amit nagyon szeret az ember csinálni, tehát akkor legalább legyen egy jó használható, könnyen kezelhető program. Akkor gyorsan mutatnám az elemeket, tehát itt vannak ezek a mappák, projektek, amiről beszéltünk. Fölül vannak a feladatlisták. Itt egy picit több van, de csak azért, hogy segítsük a munkát. Tehát például van egy ilyen reggeli tervezés, ami már egyből kihozza azokat a listákat, amire szükségem lesz minden nap reggel.
itt van az inboxon, beérkeznek a feladatok, szépen megfogom és drag and drop alá tudom húzni bárhova. Érdekes. Vagy azt mondom, hogy ez mai, akkor ide rakom. Nyilván itt egybe sorrendbe is tudom rakni, vagy itt is ki tudom választani. Tehát gyorsan kezelhető legyen a dolog, az a lényeg. Információt nem is vettem fel. Gyorsan lehessen feladatot felvenni, információt is akár, ezeket gyorsan lehessen rendszerezni, kezelni, tehát ezek fontosak mindenképpen egy ilyen eszköznek. Tehát nyilván külön is meg tudom nézni a listákat, majd feladatok következő, valamikor talán most, ez egy demo itt azért nincs sok, egyébként ebben nagyon sok szokott lenni, vagy vannak a határidősök, tehát naptárt is tud gyakorlatilag, amit fölveszek, ugye mondtam időponttal, az bekerül a naptárba is, tehát van egy naptár része is az eszköznek, itt lent, ami egyébként összeköthető a Google kalendárral, össze is van például eszközött, tehát egy-két feladat az a Google kalendárból jön. Nekem mondjuk ez egy demo. Tehát érdekes a naptár, tehát nehogy félreértsetek, jó dolog, de csak és kizárólag arra használjátok, ami tényleg egy konkrét időpont. Tehát valahol el kell menni, valakivel találkozó, van előadás, stb. Egy olyan feladatnál, amit nem tudsz még, hogy pontosan mikor, ott nem szabad azt használni. Tehát szerintem a következő 10 napban is igen, tehát itt látszik is, hogy van négy. Tehát bekerülnek automatikusan azok az időpontos feladatok. Tehát ezek tartalmazzák azokat is, ami nem időpontos, meg ami azt is, ami időpontos. Na, kis segítséget kérek magamtól, hogy mit akartam még elmondani. Tehát lehet egy feladatnak például alfeladata is, itt látszik. Itt írogattam csak föl gyorsan, hogy miről akarok beszélni, tehát feladatlistákról beszéltem. Projektekről, most új projektet hirtelen nem hozott létre. Információk csatolása. Itt jobb oldalt látszik egyébként a feladat, és a hozzá kapcsolódó alfeladatok. És itt van még egyéb sok minden, csak itt 5 percben nem lehet fog beleférni, de például gyorsan megadott, hogy lehet hozzá fájlt csatolni, ezt lehet akár linket is, tehát egy Dropboxból, vagy a Google Docból, vagy bárhonnan lehet Evernote-os dokumentumot, tehát bármit hozzá lehet csatolni a rendszerhez. Ez fontos dolog. Nyilván meg lehet adni egy százalékot, hogy hol tartok, át tudom dolni a másik listába, adott esetben információvá tudom alakítani. És akkor van még egy ilyen megjegyzések része, és ez is érdekes, ez akkor lenne érdekes, hogyha ha többen dolgoznánk egy projekten. Mert akkor akár meg is tudjuk beszélgetni a dolgokat. A projektek, ugye ezek alapvetően személyesek, meg a feladatok is. Ha többen dolgozunk, akkor egy projektet meg kell osztani. Tehát nagy ötlet projekt. És azt mondom, hogy ezt megosztom mondjuk ezzel a két emberrel. Ez azt jelenti, hogy ebbe a projektbe, hogyha felveszik egy feladatot, vagy információt, akkor azt ők is látni fogják. Ez a megosztásnak az egyik iránya, a másik pedig az, hogyha delegálok egy feladatot, ez bármilyen feladatot delegálhatok valakinek, tehát hogy a partnerek, nem tudom, akár az inboxban vagyok, egyszerűen azt mondom, hogy mondjuk neki delegálok egy feladatot, egyszerűen csak ráhozom. Ez egy ingyenes csomag. Itt van ilyen. Akkor neki delegáltam egy feladatot. Jó. Ingyenes csapatmunka. Megtekintés. Gyakorlatilag mindent elmondtam, amit szerettem volna időhiányában. Az áttekintések nyilván azt jelentik, hogy akár az ölgét, tehát a feladatlista felül az azt mutatja az összes feladatot, megmutatja, vagy azokon a projekteken végigmegyek, amelyik aktívak és fontosak. Vagy azokon is. Tehát az áttekintéseknek több része lehet, van egy ilyen úgynevezem, hogy heti áttekintés, amikor igazából a fontos feladat, tehát akkor megyek át a valamikor talán listám, tehát a feladatokon, és azokon a néhány projekten, amik aktívok. A havi áttekintéseknél már megnézem azokat a projekteket is, ami nem aktív, tehát gyakorlatilag mindegyik projekten végigmegyek, és akár törlöm, archiválom, ami nem kell. Az is fontos dolog, hogy ne legyenek benne olyan adatok, amiknek.
és aztán lehet ilyen éveset is csinálni, azt akkor szoktam tervezgetni. Akkor az a tétre újabb projekteket, újabb a projekteket, tehát főleg, de ezt évközben is lehet csinálni. Kérdések. Kérdések, hogyha. Igen? Milyen platformokon lehet igénybe venni? Ezt jelenleg webes platformon van elsősorban, de csináltunk rá egy mobil kliensre alkalmazhatót is, ugyanígy kell elérni, mint ez csak embetűvel. Az a gyakorlatilag bármelyik telefonról egész jól használható. Folyamatban van az androidos, arra most egyre egy widget van csak, tehát látom az aktuális feladataimat androidos kliensen, és Windowsra pedig egyre van egy ilyen szisztéri kliensnek nevezzük, az azért jó, hogyha nem beszéltem például, itt van egy ilyen értesítések rész, amikor hogyha közösen dolgozunk, vagy mit nem valaki küldött nekem egy e-mailt, például van két ilyen e-mailbe feladat, akkor kapok értesítéseket, és ugye ez egy webes dolog, tehát nem kapnék értesítést, ezért a Windows kliens nézi ezt az értesítéseket, és szól nekem adott esetben, hogyha van mi. Persze itt is látom pirossal lenne a tűzről a kettes, hogyha olyan majd egy új, vagy egy olyan, ha közös projektek vannak, akkor érdekes ez, mert hogyha van mondjuk egy közös feladat, és valaki megjegyzést fűzött egy feladatomhoz, akkor is látom, hogy valami történt. Jó. Egy utolsó kérdést valaki? Igen? Nekem kettős van, de így a könyvben. Egyik, hogy... Pontosan ez. Miért éreztétek úgy, hogy elkezdtek egy ilyen alkalmazást fejleszteni nulláról? Mert arra gondolok, hogy azért ugyanezt tök sok más webes alkalmazást tudja, és hogy értem, hogy ez magyarul van, de hogy lehet, hogy az a, vagy én úgy érzem, hogy az a célcsoport, aki ilyet használ, az azért olyan nagyon alap dolgokat, mint ami ennek a használatához kell, azt azért tudja angolul. Ez az első kérdés. A másik meg, hogy én most itt néztem a weboldalt, és azt akarom kérdezni, hogy hogyan jön ki a matek. Szóval, hogy itt látom, hogy 2900 forintért előfizethetek cégre havonta, és csak érzésre tudom tippelni, hogy mennyibe kerülhetett ezt megcsinálni, meg mennyibe kerül fenntartani. És még akkor is, hogyha az összes KKV Magyarországon hirtelen ezt kezdeni elhasználni, szóval, hogy lesz itt rentábilis a végén. Nektek csak az összes KKV ezt használ, akkor elég rentábilis lenne. Az igazság, hogy ezt nyilván nem Magyarországra készítjük. De hogy ez most magyarul van, szóltam. Magyarul van, igen. Tehát ez egy úgymond homokozó egyelőre nekünk, hogy itt Magyarországon, de nyilván külföldön akarunk. És hogy fogják felvenni a versenyt mondjuk az Asana-val, vagy a Tudod.com-val, csak mondjuk ez az első kettő, ami... Van néhány azért egyediséggel dolognak, tehát nyilván megnéztük és látjuk, hogy azért is mondtam, hogy van konkurenciánk. Van a módszertanból például elég komoly különbség. Aha. Tehát ezt a fajta módszertant, amit tegértervezésről beszéltem, ezt nem igazán támogatja meg az Asana sem. De hogy mi például azzal dolgozom is, hogy én tökre ugyanezt csinálom napjának. Na mindegy, szóval, hogy majd beszélgessünk erről, mert tényleg úgy szintén érdekel, hogy hogyan. Hát mondjuk az Asana az tényleg egyébként elég jó, az egy éve jelennek körülbelül. Tehát az még is akkor kezdtünk neki. De ez olyan dolog, hogy autóban is van nagyon sokféle, tehát mondom, itt már érzések, meg ki mit használ jobban, tehát nem hiszem, hogy egy darab fog csak elterjedni. Most például abból indult ki, hogy számlázóprogramot, azt 2001-ben álltunk neki, akkor volt már 100 darab számlázóprogram a piacon, és most mi a harmadikok vagyunk, mert tudtunk olyat belerakni, ami mégiscsak egy bizonyos rétegnek. Tehát nyilván ezt kutatjuk, hogy melyik azok a funkciók, de azért néhányat remélem, találtunk, csak itt 5 perc alatt azért ezt nem tudtam bemutatni. Tehát vannak olyan kényelmi és egyéb dolgok, amik szerintem jók, vagy jobbak, mint mások, de nyilvánvaló, hogy nem mindenki, amelyeket fogja használni. Köszönöm. Oké. Okay. Közben átszerelünk.